Sziasztok! Ez itt a Kapuszem vlog legújabb videója. Itt láthatjátok, ez egy új sorozat lesz, és hogy ebbe a sorozatban miről, mit is fogok majd csinálni? Hát, lényegében reagálni fogok az általatok javasolt videókra, leginkább ugye elsősorban itt kapusokkal kapcsolatos videókra, illetve YouTube csatornákra gondolok és hogy kivel is kezdem az első részt. ma egy kicsit fölvezessem a dolgokat, az egyik nagyon kedves néző maradék volt az, aki felajánlotta ezt a fiatal 21 éves szlovén tehetséget, akire ő azt mondja, hogy tényleg van benne potenciál, és nagyon kíváncsi az én véleményemre, és én meg úgy voltam vele, hogy hát akkor ezzel indítsuk meg a, ezt a sorozatot, vele, ezzel a fiatal gyerekkel, de hogy késő, lássuk. Ez a fiatal gyerek, akit, aki 21 éves, őt Grega Szorkánnak hívják, és az ND Gorika csapatába véd. Ugye a Gorika csapata ebbe a, a, nemzetközi kupa sorozatba idén két fordulóig jutott, a Görög Panninos csapatától, vagy csapata volt az, aki megállt, parancsolt nekik. Viszont ö, ahogy azért majd ebbe a rövid, közel két perces összevédéseiről szóló videóban is láthatjátok, van benne potenciál. De tudjátok mit? Ne is, túl sok a beszéd. Nézzük is ezt az összefoglalót. ebből látszik, hogy ez egy komolyabb videó, ugyanis ugye a, csapat logója megvan, de kapásból egy komoly védés kellett bemutatnia mérkőzés végén. Ugye az előbb láthattunk egy nagyon jó egy az egy elleni ö, szituációt, hogy ő hogy oldott meg, nem rontott ki rá, inkább megvárta a támadót, hogy közelebb jöjjön. És ugye eddig csupán reflex és nagy bravúrokat láthatunk tőle. De az azért látható, hogy annak ellenére, hogy 1.88 magas, azért igen könnyen leér a, a laposan lelőtt labdákra. Tehát ahogy ugye az előző live-onban is láthattátok, nem feltétlen az óriás kapusok a legjobbak. Majd a legvégén azért majd fogok nektek majd mondani egy érdekességet, amit így a, én így észrevettem. Hogy És azért lehet látni, hogy nem a legjobb talajon kell megmutatnia a, a tudását. Látható, hogy megpróbálják átemelni, de még az se. Sikerül ellen, egész gyors lábmunkával rendelkezik. És hát ennyi is volt a videó. Hogy miért is mondtam azt, hogy ez ez a srác érdekes lehet. Ö, én ugye azért láttam már a videót, tehát nem elsőre reagálok rá, viszont az azért szembetűnő dolog, hogy a védési stílusa nagyon nagyon ezt a hasonlítóblakére. Tehát ö, nincsen benne az a görcsösség, szépen a, védések lazán, tehát tényleg olyannak tűnnek, mint hogyha a kisújába lenne az egész. Tehát valószínűleg ott a szlovén kapus képzésnél, hogyha van egy oblak is, meg volt előtte, vagy van előtte egy Handanovics is, azért az azt jelenti, hogy a fiatal szlovén kapusokban van potenciál, mert jó a képzés. És ezt, a, és ezt Szorkán is megmutatta. Ugye ahogy már említettem közben ugye nagyon gyorsan leért a lövésekre. Illetve még az, ami számomra nagyon fontos. Ugye abban abba a szituációban, amit láthattunk az egy az egynél, pillanatok alatt meg tudja hozni azt a döntést, ami szükséges ahhoz, hogy ő bemutassa a védést. És ugye még egy picit. Próbáljam a, a kapussal kapcsolatos véleményemet elmondani, és ez alátámasztja a transfermáknak is az adata, ugyanis folyamatosan megy föl a, a piac értéke, tehát ez azt jelenti, hogy látnak benne potenciált, és ha jól tudom, moblek is valami hasonlóképpen kezdte. Nem az a, a fiatalon érő típus, ahogy, ahogy ez a gyerek is úgy tűnik, hogy. hogy talán ez a szezon, vagy a következő szezon lesz az, ahol majd a topligák is érdeklődni fognak iránta. Na, mondó vagyok, hogy te maradék köszönöm szépen, ez egy nagyon, nagyon jó kis videó volt, meg egy nagyon jó kis fiatal tehetséges kapusról van szó, és tényleg bízom abba, hogy legközelebb majd egy talán jövőre, de a nem is jövőre, akkor két év múlva azért egy, egy igen komoly ö, bajnokságban fogjuk látni ezt a fiatal gyereket. Ha tetszett a videó, vagy ö, szeretnétek még több ilyen reakció videót látni tőlem, akkor ö, azt tudom csak javasolni, hogy nyomjatok egy lájkot a videóra, a hozzászólás rovatba írogassátok meg, hogy milyen ö, kapusokkal kapcsolatos ö, videókat, illetve csatornákat, szeretnétek úgymond megnézettetni velem, hogy arra reagálja. És uh, ne felejtsétek, hogy uh, hol vagy uh, vasárnap a, szok a megszokott időben 20 óra 30-kor jövök egy újabb live-val, és ahogy kértétek, hát milyen live is lesz? Hát igen, kapuskesztyűs live tehát értékelni fogom a kapuskesztyüket, de lesz benne egy csavar is, hogy ne azért, áj, ne legyen olyan egyszerű a dolgotok. Addig is a hét folyamán fölkerül egy cikk a blogra, úgyhogy azt is kövessétek figyelmmel, illetve a Facebook oldalt, Instagram oldalt, Twitter oldalt, nyugodtan ezt mind itt a leírás boxba megtalálhatjátok, és addig is a kapus labda legyen veletek. Sziasztok! i need